A grillás francia eredetű szó, melynek jelentése édesség, olvasztott cukorba kevert, apróra tört mogyoró, dió és egyéb magvak kinyújtva és szobahőmérsékleten megszárítva. Készítése kézügyességet és kreativitást igényel. A jó minőségű alapanyag, a készítő fantáziája, az anyag iránti szeretete, kitartása és türelme kell ahhoz, hogy igazi remek művek szülessenek. Édesanyám csinálta a grillás tortákat, én még kislány voltam, amikor ő ezt elkezdte, és hát amikor már növekedtem, mindig azért besegítettem valamilyen úton, módon, amikor már olyan serdülő voltam, akkor már szívesen rám bízta, hogy segíthetek díszíteni. És hát minden héten nagyon sok volt, akkor minden héten lakodalom volt a falbakba. Hát én szakmári születésű vagyok, meg ott is lakom most is. Hát ott is nagy hagyománya volt, ott a keresztanyám csinálta először, és édesanyám segített neki, megtanulta, és akkor azután én voltam a segítsége. Répás Imre, Lajosné Magdika a mai napig ugyanolyan szeretettel ül le a torták megalkotásához. A dekoratív költemények mutatósak lehetnek lakodalmakon, az évfordulós ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor, illetve bármilyen ünnepélyes alkalmon. Az eredeti grillás csak is magyar alapanyagokból készül, magyar dió, magyar cukor, magyar tojás, és semmi más nem szükséges hozzá. A legfinomabb kristálycukor kell, meg kell hozzá a habhoz a porcukor, dió, hát az is, hogy ne havas legyen, ne nedves legyen, szóval az is, hogy a legszebb, akkor jó ízű a grillás torta. Meg hát tojás a habhoz, 20%-os ecet, mindennek megvan, hogy a mennyisége. Hát most egy olyan középszerű tortához, bármi ilyen, ez a virágosakat mondom, hogy szív, vagy csokor, vagy kosár, ilyesmihez 2 kilónyi kristálycukor kell, 50 dek a dió, ez darálva, na most 30 dekát beleszórunk majd a cukorba, ha megpörköltük, és akkor egy olyan 20 dekára valót, az meg a szórásra. Amellett, hogy a grillázs egy finom és különleges édesség, kézműves termék lévén viszonylag magas összegeket fizetnek érte a megrendelők. Mint megtudtuk, talán éppen ezért is vannak olyan fiatalok, akik szívesen tanulják meg az idősebb generáció tagjaitól ezt a nem mindennapi mesterséget. Bárki meg tudja ezt csinálni, ez aki süteményt süt, az is csak egy kicsit oda kell figyelni rá. És ha mindjárt nem is formákat, de egy S-betűt, egy csillagot, egy bármit ki lehet formálni, és hát lassan így meg lehet tanulni.